Önfeledten pancsoltak a gyerekek a nagykálói strandon. A nagykálói Szent Kristóf Karitás csoport szervezésében ismét vendégfogadó hetet tartottak a településen, így 8 dévai gyermek töltött el egy hetet a városban. Az országos Karitás csoport kezdeményezéséhez még 2008-ban csatlakozott a Szent Kristóf Karitás csoport, így idén már 5. alkalommal nyaralhattak az erdélyi gyerekek Nagykálóban. 5. éve fogadjuk őket, de ez a tábor ez nem csak a dévai gyerekeknek szól, hanem a mi gyermekeinknek, meg hittanos tábor van folyamatosan, vagy délutánonként. 9-en érkeztek Déváról, és 20 gyermek pedig a nagykálói hátrányos helyzetű gyerekek. Hogyan fogadták a dévai gyerekek? Gondolom nem ugyanazok jöttek, mint akik tavaly. Egyedül Anna Mari jött, a nevelőnénőjük, új gyerekek jöttek. Hát valahol ez érthető, hogy minden gyermek érezze a szeretetet, meg még Magyarországon nem voltak, és ebből táplálkoznak egy éven keresztül. Most reméljük, hogy jövőre el fognak jönni. Annyira szeretnek a befogadó szülőkkel együtt lenni, annyira érezni ezt a hiányuk van, a család melegét érezni, meg ezt a sok-sok szeretetet, ami körbeveszi ezeket a gyerekeket. A délelőtt strandolással telt az erdélyi és nagykálói gyerekeknek, a délutáni programokban pedig idén egy a nagykálói római katolikus egyházközösség által szervezett hittantáborban. Ez volt az első ilyen kezdeményezés, amelyen a dévai gyerekek egy közösséget alkottak a nagykálói fiatalokkal. Szerencsére sikerült mind anyagilag, mind erkölcsileg olyan támogatókra szert tennünk, akik lehetővé tették mindezt. Elsősorban itt a helyi Szent Kristóf Karitás csoportra gondolok, akiken keresztül már évek óta szoktunk a dévai Szent Ferenc Alapítványtól gyerekeket fogadni, befogadó szülők, családok nagyon szívesen rendelkezésükre állnak minden tekintetben a gyerekeknek, és ehhez tudott kapcsolódni most a helyi általános iskola alsó tagozatos második, harmadik, negyedik osztályából 20 gyerek. Ugyan zajlik egy ilyen foglalkozás tábor? Kiválasztottuk a csapatkapitányokat játékos versenyfeladatokból, amik természetesen a tanulmányaikra, elsősorban olyan 70-80%-ban azért a hittannal, a hittel és a vallással kapcsolatos kérdésekből kerültek ki. Rengeteg sportos játékos programot is beletettünk ezekbe. A keddi naptól pedig együtt vannak a gyerekek, és 6 fős csapatokban, 5 csapatban mérik össze tudásukat, mind ügyességi, sportfeladatokban, és még egyszer mondom, ilyen totó és feladatválasztós kérdések formájában rengeteg szabad programban, hiszen gyerekekről van szó és nyár, elsősorban a vidámság, a napsütés, a strand és a jó kedvé a főszerep. A kötött programok mellett természetesen akadt idő arra is, hogy a dévai fiatalok és a nagykálói gyerekek akár örök életre szóló barátságot kössenek egymással. Az Erdélyből érkezett vendégek azt mondták, nagyon szerettek Nagykálóban lenni. Hát jó itt lenni Nagykálóban, voltunk Vállalján, voltunk irány, nagyon kedvesek az emberek, strandolunk, minden nap voltunk a strandon, és nagyon jó itt lenni, én szerintem. Itt a többiekkel is tudtok ismerkedni az itteni nagykálóiakkal, van-e már barátság? Hát igen, lehet ismerkedni a gyerekekkel, mindenki a felnőttekkel, van barátság. Ha majd visszamentek Dévára, akkor hogyan fogtok visszaemlékezni erre az egy hétre, amit itt töltöttetek? Hát én, mint személy, nagyon jó fogok, mert nagyon tetszett, a szülők is szépen bántak velünk, és mindenki. A magyarországi és az erdélyi segítő csoportok együttműködése több éves múltra tekint vissza. A dévai Szent Ferenc Alapítvány 8 éve jött létre, elsősorban erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák támogatására. Az alapítvány vezetői azt mondják, az itt töltött időszak nagyon fontos, hiszen ezek a gyerekek ebből táplálkoznak egész esztendőben. Mikor visszamegyünk, már készülünk karácsonykor az ő látogatásukra, a visszatérő emlékekre, vagyis a spájzolásra, a nyári spájzolásra, és nagy-nagy szeretettel várjuk őket, és nagy-nagy lélekkel várjuk őket, mert ez nekünk feltöltődés. És főleg a gyermekeknek, a gyerekek úgy mennek innen el, hogy nagyon érdekes, mert itt, amikor megérkeznek, akkor olyan nagyon komolyak, meg olyan visszafogottak, de mikor megyünk el, akkor mindenkinek úgy dől a könyv ki a szeméből. Nagyon-nagyon jól érzik magukat. A nagykálói Karitás szervezésében ismét egy vidám hetet tölthettek a városban az erdélyi gyerekek.
A szervezők jövőre is várják a dévai árvákat, a befogadó családok pedig már felkészültek az újabb fiatalok fogadására is.